Példamutató kezdeményezésnek nevezte a beruházást F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Felidézte, Tiszafüred évente több tízezer látogatót fogad egy turisztikai szezonban. A látogatók pedig elsősorban a pihenést, az aktív kikapcsolódást keresik. Ezért úgy fogalmazott, a Tiszafüredre tervezett természetbúvár játszóház és túraközpont tökéletesen beleillik a tiszatavi kínálatba. Egy fiatalnak meg kell ismerni a természetet. Meg kell ismerni azokat az értékeket, a növény- és állatvilágot, amely körbevesz bennünket. És ez a túraközpont, ez a játszó- és túraközpont pontosan arra szolgál, hogyha egy család ide látogat kikapcsolódni, szórakozni, akkor a fiatalok, a gyermekek megismerhetik a Tiszató élővilágát, a Tiszató ökológiáját játékos formában. Ez a túra- és játszóközpont, ez pedig helyet biztosít akár családoknak, akár egyéni látogatóknak, akár iskolás osztályoknak is, hogy egy biológia óra keretében, egy rendhagyó biológia óra keretében megismerjék Magyarország ökológiáját. Én azt gondolom, hogy a Jászlóskun-Szolnok megyei önkormányzat és közgyűlésnek példamutató kezdeményezése volt ez, és elnök úr, aki Huba Imre elnök úr, aki kézbe vette ezt a feladatot, az pontosan átérezte ennek a fontosságát, hiszen Tiszafüred több tízezer látogatót fogad egy turisztikai szezonba. A látogatók főleg a kikapcsolódást, a pihenést, az aktív pihenést válasszák. És az aktív pihenés mellett pedig a játszva, szórakozva tanulást biztosítja ez a túraközpont. Különleges lesz, hiszen a Tiszató környékén és talán Kelet-Magyarországon nincs is ilyen beruházás, amely a Jászlóskun-Szolnok megyei közgyűlés gesztorálásával és kezdeményezésére jött létre. Én azt gondolom, hogy pontosan beleillik abba a képbe, hogy az aktív turizmusban a kerékpáros, a víziturizmus, a horgászat mellett most már a vízre való koncentrálás is megjelenik a kínálatban. Én azt gondolom, hogy ha meg lesz ez a beruházás, emelni fogja azt a szintet, azt a színvonalat, amit már eddig is tud a Tiszató nyújtani minden ide látogatóknak. A projekt jelentőségéről beszélt Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Rámutatott, a létesítménnyel szeretnék közelebb hozni a természetet a fiatalokhoz, és 4 évszakossá bővíteni a Tiszató turisztikai kínálatát, megteremtve a 12 hónapos turizmus feltételeit. A Tiszató és térsége olyan gazdag természeti értékekben, hogy ennek a tudományos és ismeretterjesztő feltárása, valamint az ifjúsággal és családokkal való megismertetése, ez alapvető célkitűzése volt a Jászlóskun-Szolnok megyei önkormányzatnak, mikor ennek a projektnek a megvalósítása mellett döntött. A kiemelt projektnek az is a jelentősége, hogy nem csupán a Tiszatóval, hanem a Tiszató élővilágával, az élővilágot befolyásoló különböző környezeti tényezők kutatásával is igyekszik a fiatalokhoz közelebb hozni egy ilyen vizes élőhelynek az ökoszisztémáját. Ugyanakkor a játéknak, a sportnak, a családokat is megérintő kikapcsolódásnak már csak azért is helye van a Tiszató térségében, mert kevés olyan szolgáltatást nyújt a térség, ami 4 évszakos lenne, és ezzel a beruházással egy újabb 4 évszakon át igénybe vehető szolgáltatással gazdagodik a tó és a térsége. Az is nagyon fontos, hogy nem csak Tiszafüred, mint a Tiszató fővárosa ad helyet ennek a beruházásnak, hanem magának a természet bulvárkodásnak és az innen induló aktív és ökoturisztikai szolgáltatásnak, ahol most vagyunk a kerékpáros centrumnak is, ez volt a jelentősége, olyan aktív és ökoturisztikai szolgáltatást, kínálatot is nyújtson a tó és a térsége, amiben egy megyei önkormányzat és a térségben működő turisztikai attrakciók, turisztikai szolgáltatók együttműködése közösen fogja tudni felemelni az itteni szolgáltatásokat, és nem csak szolgáltatási színvonal emelkedést lesz, hanem nagyon bízunk abban, hogy a turizmus, mint egy prosperáló gazdasági lába a térségnek, az tovább fog erősödni, növekedni fog ezáltal az itt eltöltött vendégészakák száma, és visszatérővé válnak azok a vendégek, akik ha csak egy alkalommal is, de minimum minden évben terveznek egy rövidebb vagy hosszabb időt a Tiszatónál eltölteni. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a tervezett létesítmény nem fog konkurenciát képezni a tiszatavi szolgáltatóknak, hanem mint egy puzzle darab úgy illik a jelenlegi turisztikai kínálatba.
Tiszafüred részéről Virág Tibor alpolgármester üdvözölte a beruházás hírét. Egy sporthasonlattal élve úgy fogalmazott, új játékost igazolt a Tiszató csapatához. A természetbúvár játszóház és túraközponttal nem a régi csapat kárára, hanem azt erősítve fejlesztik az aktuális kínálatot. Végül Karancsi Tamás, a Jászmenkun Szolnok megyei területfejlesztési ügynökség igazgatója ismertette a projektet egy előadás keretében, majd megtekintették az induló építkezés helyszínét.